Nem tartja helyesnek a demokratikus koalíció sem, amit a gyöngyösi polgármester tett, ezt mondta Gyurcsány Ferenc pártjának szóvivője. Néhány napja derült ki, hogy Híz György, tehát a DK által is támogatott baloldali polgármester a feleségével együtt titokban idő előtt megkapta az oltást gyöngyösen. Közben már a DK-nak is van saját botránya, László Imre, új Buda polgármestere is beoltatta magát január első felében, neki van orvosi diplomája, de a kerületi ellenzék szerint, mivel polgármesterként dolgozik, ezért nem lett volna jogosult a korai oltásra. A régi kórházam ott, ahol tíz évig főigazgatóként dolgoztam, értesített, hogy tisztelettel várnak, ami rendkívül jó esett. Úgyhogy most megy. most megy az oltásra. 11 órára. László Imre az ATV egyik reggeli műsorában azt mondta, hogy behívták abba a kórházba, ahol korábban igazgató volt. Új budadékás polgármestere később beismerte, soron kívül kapta meg a koronavírus elleni vakcinát. Arra hivatkozott, a rendelet az egészségügyi diplomával rendelkezők számára teszi lehetővé első körben a védőoltást. A balliberális politikus sajtósa azonban az index megkeresésére úgy nyilatkozott, ha tudta volna előre, hogy van egy sorrend, akkor egyértelműen visszamondja, hiszen most nem praktizál orvosként. Az egészségügyi dolgozók fogják egyébként első, első helyen megkapni, mert ők küzdenek a többiek életéért. Utána pedig a súlyosan, súlyos állapotban lévőket fogjuk besorolni, csak utána jön mindenki más. Orbán Viktor miniszterelnök december elején jelentette be, hogy a vakcinát nem az előjegyzés sorrendjében kapják majd meg a jelentkezők. László Imre egy közleményt is kiadott. Ebben már azzal védekezett, mindenki tudja róla, hogy eredetileg orvos, és hogy a neve előtti doktori címet nem doktor Bubótól kapta. A sajtós állításával ellentétben pedig azt írta, hogy a Szent Kristóf rendelőintézetben önkéntes segítő munkát vállalt még tavaly. A napokban pedig önkéntes oltóorvosnak is jelentkezett. A Mi Hazánk Mozgalom új budai képviselője hivatali visszaélés miatt feljelentést tett László Imre ellen. Novák előtt arra hivatkozik, hogy a DK-s politikus már régóta nem kórházigazgató, hanem polgármester. Menjek be, beadják a védőoltást. Hisz Györgyről szintén a héten derült ki, hogy jogosulatlanul kért és kapott koronavírus elleni védőoltást január elején, pedig még csak nem is regisztrált az oltásra. Most már azt is beismerte a 24.hu-nak adott villáminterjújában, hogy a felesége is megkapta a Pfizer vakcináját. Gyöngyös Fideszes Országgyűlési képviselője mindenre úgy reagált közösségi oldalán, itt lenne az ideje Hisz Györgynek nyíltan elmondania a mindent a baloldali oltásmutyiról, végre úgy, hogy az ne dőljön meg másnapra. Ez... György a botrány kipattanása után arról beszélt, hogy szerinte azért támadják az oltás miatt, mert jó jelölt lenne az országgyűlési választáson. És megkeresnek prominens politikusok, országos pártok, parlamenti pártok vezetői, leülünk beszélgetni 22-ről. Amit a polgármester úr tett, azt a demokratikus koalíció nem tartja helyesnek. Amit Hisz György tett, azt a DK elutasítja. Sőt, az M1 kérdésére Barkóci Balázs szóvivő említést sem tett a gyöngyösi polgármester esetleges képviselőjelöltségéről majd hogyha oda jutunk 2024-ben az önkormányzati választásokon, akkor nyilvánvalóan a demokratikus koalíció is és az ellenzéki együttműködés is el fogja dönteni, hogy kit, milyen körülmények között és milyen feltételek alapján támogat a polgármesteri székért folyó küzdelemben.